Volt, akinek a piaci ár harmadáért kínáltak üzemanyagot a csalók. Fuvarozással és mezőgazdasággal foglalkozó szakembereket kerestek meg telefonon. Tudták róluk, hogy benzint és dízelt használnak. Az elsőrendű vádlott jogtalan haszonszerzési szándékkal 2022. május 3-án felhívta a kölkedi lakost. Elsőrendű vádlott azt állította, hogy egy ismerőse révén kapta meg a sértett elérhetőségét, akiről tudja, hogy egyéni vállalkozóként dolgozik. Elsőrendű vádlott valótlanul azt állította, hogy az építőiparban dolgozik, és nagyobb mennyiségű gázolajat jóval a hatósági ár alatt tudna értékesíteni. Mivel a sértettet érdekelte a dolog, megállapodott elsőrendű vádlottal abban, hogy 1000 liter gázolajat vásárol 150 ezer forintért. Összesen 4 embert vert át a 3 vádlott. Az első és másodrendű elkövető apa és fia voltak. Nagyjából 1.060.000 forintot szereztek így meg áldozataiktól, akiktől a pénzt minden esetben átvették, de az üzemanyagot vagy az ígért alkatrészt sosem szállították le. Egyszerűen elérhetetlenné váltak. Indítványozom, hogy a bíróság a elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra, másodrendű vádlottat 10 hónap végrehajtásában 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, harmadrendű vádlottat 8 hónap végrehajtásában 1 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. Vagyis az ügyész letöltendő börtönbüntetést kért az elsőrendű vádlottra, valamint az átvert emberek kezdeményezték, hogy a kárukat térítsék meg. A tárgyalóteremben a 3 férfi mindent beismert. Aki beismeri a bűnösségét, a bíró végül egyik csalót sem zárt a rácsok mögé. A legsúlyosabb ítélet 1 év börtön lett 4 évre felfüggesztve. Ketten pedig megúszták közérdekű munkával.